írásjelek, idézőjel, hiányjel. Nem szakemberek által készített szövegekben előfordul az idézőjel, quotation mark helyettesítése a hüvelykjelével, inch, valamint a hiányjel, apostrof helyettesítése a lábjelével, foot. Közelebbről nézve könnyen megkülönböztethetjük őket, mert az idézőjel és a hiányjel vessző alakú, a hüvelyk és a lábjele pedig függőleges ég, illetve vonás alakú. Fok, perc, másodperc. A láb és a hüvelyk jelére nagyon hasonlít a fok, perc, másodperc jelölése. Ezek is ég, illetve vonás alakúak, de nem függőlegesek, hanem ferdék. Nem tévesztendő össze az időegységek jelölésével, legalábbis az amerikai angolban. Igazi idézőjelek. Számos szövegszerkesztő program ma már magától észreveszi a helytelen használatot, és a hüvelyk, illetve lábjeleket lecseréli hiány, illetve idézőjelekre. Ezt az opciót angolul smart quotes-nak, azaz igazi idézőjeleknek nevezik. Magyar idézőjel. Hogyan néz ki a szabályos magyar idézőjel? A magyar idézőjel alul nyit, fölül zár egy 99 alakú jellel. Különböző nyelvek idézőjelei. A különböző nyelvterületeken eltérő idézőjel használattal találkozunk. Jó minőségű szöveget készíteni csak az illető nyelv jelhasználatának ismeretében lehet, ezért érdemes áttekintenünk a legelterjedtebb nyelvek idézőjel használatát. Ha az idézeten belül további idézet szerepel, akkor belső idézőjelet kell alkalmazni. A következőkben erre is látunk példát. Gondolatjel és kötőjel. A hosszabb gondolatjel és a rövidebb kötőjel használata eltér. Ne helyettesítsük egymással őket, mert ez összezavarhatja az olvasót. Lássunk néhány példát, hogy megértsük, mi a gondolat és a kötőjel használata közötti különbség. Gondolatjel és nagykötőjel. A nagykötőjel a gondolatjellel azonos hosszúságú, a különbség csupán annyi, hogy elé és mögé nem rakunk szó közt. A szerzőpár jelölése a nagykötőjel használatának speciális esete. A nagykötőjel, mint említettük, közök nélkül szabályos, és nincs is vele gond, ha keresztneveket nem kell szedni. Ha azonban igen, akkor a nagykötőjel az egyik személy keresztnevét a másik személy vezetéknevéhez fogja kötni, az összetartozó nevek pedig látszólag szét lesznek választva. A megoldás, szóközt nem szedhetünk, mert abból gondolatjel lenne, de a közöket a nagykötőjel két oldalán kissé megnövelhetjük. A magyar és az angol gondolatjel. Az angol és a magyar gondolatjel használatát érdemes összehasonlítani. Quirt mínusz. A leghosszabb vízszintes vonás, az úgynevezett quirt mínusz, M-des, csak angolban használható, ott szóközök nélkül alkalmazzák, magyarban nem fordul elő. Gondolatjel fél quirt mínusz. Mivel a magyarban a gondolatjelet szóközökkel kell használni, ezért nekünk csak a rövidebb, az úgynevezett fél quirt mínusz, endes felel meg. Kétféle angol gondolatjel. Az angolban, mint láthatjuk, kétféle helyes használat létezik, quirt mínusz szóköz nélkül, vagy fél quirt mínusz szóközzel. Magyarban egyedül az utóbbi használat helyes. Nagy kötőjel, fél quirt mínusz. A nagy kötőjel a magyarban is, angolban is fél quirt mínusz, endes, szóközök nélkül. Felsorolás. Mi a helyes írásjel használat felsorolás alkalmazásánál? Hagyományos megoldás esetén a sorszámmal jelzett főpontoknál a szám után csak egy pontot teszünk és semmi mást, a betűvel jelzett alpontoknál csak egy fél zárójelet szorosan a betű mellé, és a betűvel együtt kurziváljuk.
betűkép ingyenesen letölthető Androidra és Apple iOS-re. Kattintson a linkre. További kiadványok a sequence.hu honlapon. Feliratkozás Virágvölgyi András YouTube csatornájára.